Olyan bátyák! Hoztam nektek egy kurva jó amerikai koporsó! Volkswagen típusú Jetta gépjárművet. Itt jól meg lehet ordiválni! És nem szól senki! Bátyák! Nézzétek meg ezt a gyönyörű, szép Jettát! 2014-ből, mondjuk. Körülbelül. Tudjátok, ez sosem vagyok az a pontos csávó. Nem fogom elmondani. Utána akartok járni, nézzétek meg a neten. Na, mit kell tudni erről az autóról? Ez egy amerikai import gépjármű, ami nagyon csodálkoztam, amikor megláttam, mert egy ilyen kézifékes fordulóval jelent meg a gépjármű, és így gondolkodtam rajta, hogy mondom, ez olyan elég újfajta kinézettel rendelkező Volkswagen, tehát valószínűleg már elektromos kézifékkel vonult a piacra, hát de nem, nézzétek meg. Van benne egy kar, ember. Ez nagyon komoly. Még valami ízé is bele tud ülni. Dögvész. Ez a kedvenc motorod, nem? Az egyik. Motor. TF-osi, 1-8 TF-osi. Nem mondod, az van benne. Csű, várj, ilyen infókról lemaradtam. Oda nézzetek, nagyon komoly a felszereltségünk. Van egy elektromos tükör, plusz fűthető tükör, tehát elektromos is, meg fűthető is. Központi zárunk, van 4 elektromos ablakunk, egy negyed elektromos ülés, ugye? Ilyet se láttam még. Előre-hátra állítás manuálisan, magasságállítás manuálisan, viszont a tábla állítás viszont elektromos. Láttatok már ilyet? Mert én még nem láttam egyszer se. Lehet, hogy ez az amerikai piacnak a sajátossága egyébként, mert komolyan, tehát még hülyén is néz ki, tehát egy gomb, hát hogyan? Tehát kis butácskán néz ki, nem? Olyan, semmilyen. Na nézzük meg ugye, ha megnézzük ezt a részt így, ez úgy nézett ki, mint a Kila bátyának a fábiája. Nem? Körülbelül. Így nagyon hasonlít rá, főleg, hogy fehér színű. Valaki lopott valakitől. És nézzük meg a becsapódás után milyen hangot fog kiadni. Testesebb. Kicsit. Én hallottad? Egy kis bádog hang. Igen, bádog. De ezt tudod miért van? Mert szerintem ennek az ajtó burkolata vastagabb. Meg van benne panel. Szerintem nem. A Skoda, de nem paneles ajtós. Ez meg szerintem paneles. És a panel közt a légrész szerintem szigetel. És attól válik egy kicsit ilyen testesebb hangúvá. Jetta, nem? Én nem ismerem ezeket az autókat, tehát most itt nagyon sok információt ne is akarjatok tőlem. Nem ismerem őket. Annyit tudok, hogy ő a Golfnak meg a Ventónak a maradványa, mert ugye a Ventó megszűnt, pedig egy jó autó volt. Nem is tudom, a Ventó meg a Passat malac között mi volt a különbség, talán a Ventó egy kicsit nagyobb volt. Ha jól emlékszem, nem? Kisebb volt a Ventó? A Ventó kisebb volt. Ja igen, mert a régi Ventó az volt a Polónak az utódja. Nem, volt a lépcsős hártú, 3-as Golf. Igen. A Jetta, meg a lépcsős hártú, 2-es Golf. Ez meg a lépcsős hártú, 6-os Golf. Lépcsős hártú, 6-os Golf. Aha. Tehát itt azért a mixeltek össze-vissza, de nagyságra azért közel egy Passat. Tehát azért így nem... Az első ülésen is tök jól elfértem az előbb, nagyon kényelmes volt. De ne, eléggé Passat méret. A csomagterünk óriási. Tehát óriási a csomagtér, oda nézzetek. Tehát így bele se látok, nem is látok el a végéig. Nézd oda. Rendes barlang. Barlang van itt a hátuljában. Lehet, hogy vízhangos van benne. És itt is gondoltak, már itt az Auditól tanultak a Volkswagen tervezőmérnökök. Meghúzod és előre dől az ülés. Ezt miért nem lehet más autókon is? Mercedes és társai. Nézzük, pótkerék van benne, full size spare wheel, ahogy az English mondja. Teljes méretű pótkerekünk is van, oda néz. Gyönyörű szép állapotban, összes matrica fent van, ugye ott van a típus
beazonosítós matrica, mondjuk itt is már spóroltak, mert a régebbi sokkal nagyobb volt, ez már fele akkora kb. De legalább még van pótkerekünk, nem az van, hogy kispórolják, és csak ezt a szar lötyit adják mellé, ami nem való semmire, csak arra, hogy tönkre tegye a gumidat. Tehát azt ne is rakjátok bele, hogyha defektetek van, inkább hívjatok oda gumist, de ne öntögessétek bele ezt a... Hogy is hívják ezt? Defektjavító folyadékot. Hú. Hogy pedig neked felnyi, nem? Ja, felnyi az jobb, igen. Akkor kettőt kell venni legalább. Azt mondjuk a vastelepen is örülnek. Igen, tényleg, apropó, gumi, ugye? Nézzétek meg, nagyon igényes tulajról beszélünk. Tehát itt a tulaj nagyon szereti a versenykörülmények közötti utazást, ezért úgy alkalmazza a gumi megkiválasztását, vagy hát úgy dönt, hogy mindig ezt a semi-slick és mintázott, tehát félig. Ugye a motoroknál van ez a semi-slick gumi, ugye akkor arról beszélünk, hogy a versenygumit bevagdalják, és akkor lesz semi-slick. Na hát ez gyárilag semi-slickes, kívül és belül egyaránt slick, tehát sima, ami a kanyarokban nagyobb tapadást tesz lehetővé. És ugye középen van a három csíkunk, ugye az a mintázott része, ez az eső esetén, mikor mész az esőben, hogy ne üljön fel az autó az esőn, ezért van benne a vízelvezető csatorna, de ugye esőben nem kell kanyarodni, és akkor nem kell a külső felet használni a guminak. Itt már ugye ő nagyon szereti a jobbos kanyarokat, és ezért a jobb oldalra vágott föl kívülre is mintát a slickre, hogy a jobbos kanyárnál nagyobb legyen a tapadás. Tehát komoly tulajról beszélünk itt, nem szarragoligázik a csávó egyébként, versenykörülmények között szereti használni az autóját. Amit meg is értek, mert hát ez egy igazi jó erőforrás, dolgozik ebben a csodálatos made in plastic motortérben. Bátya, oda néz. Nem volt pénz itt se gázteleszkópra, ember? Amerikába, a lehetőségek hazájába, ember? Most komolyan, egy ilyet hazahoztak. Most nézd meg. Nem volt pénz. És tudod mi ez? Egy Skoda favoritnak a... Skoda favoritból van, mert annak volt ilyen törött, ha jól emlékszem. Vagy nem tudom, hogy jól emlékszem-e. Oda nézzetek, ez az, amit Magyarországon mindenki eltördel, mert hát balfaszok a szervizek. Letörik, itt is már egy le van törve, mert leficcen. De itt van rajta egy plusz lyuk. Ugye ez nem megszokott, tehát itt nem szokott lenni ilyen légbeömlő pozíció. Nem tudom, miért lehet ez így kivágva, alul is ki van vágva. És nézzétek ide, egy gyönyörű, szép műanyag motortér. Minden műanyag. Itt már nem törődtek azzal, hogy időtálló legyen. Itt fusson el egy darabig. Nézd. Na hát hülyeséget mondtam, mert nem minden műanyag egyébként. Ha megnézzük, ugye ez az 1.8 TFSI motor, ezt rakták mindenbe. De tényleg aztán mindenbe, az A5-be, az A4-be, az A3-ba, a Golfba, a Seatba, és minden egyéb gépjárműbe, ami Volkswagen Gruppen 6 oltalom alatt álló megjelöléssel készült. Nézzétek meg, szerintem ez az egyik legjobb 1.8 vagy 2000 TFSI, mert végülis az 1.8-2000 az szinte ugyanaz, kicsi más módosításokkal, mint a befecskendezés, meg a gyújtás, stb. Azokban voltak eltérések, meg ugye a szívósor kialakításban, de a maga a blokktömb hengerfej, magas nyomású üzemanyagrendszer, az szinte ugyanaz. És ez egy nagyon jó autó, nagyon jól lehet tuningolni, simán fel tudjátok húzni 250-300 lóerőre is, akár motorbontás nélkül. Ezt persze úgy tudjátok elérni, hogy Úristen! Ezt jöjjön ide, kérem! Itt egy gyilkosság áldozatai, egy gyilkosság történt itt a motortérben. Egy gyilkosság, ember. Mit tettetek? Mit tettetek? A természet ellen. Ott egy darab madár! Mi a faszon? Ott a tolla vágod? Figyeld már, ott a tolla. Azt a kur... Hát megette a szíj. Tehát a szíj elfogyasztotta a kismadár.
Ez egy kannibál autó egyébként. Ez hülye. Nem csak az utat harapja, hanem a természetet is. Ki eszi a madarakat? Öcsém, az úrva. Nekem már itt feltűnt itt fönt, hogy itt volt valami, nézd. Aha, ott is van valami madár. A bűnjeleket le kell követni? Igen, szerintem megette. Igen. Na nézzük, Amerika import a gépjármű egyébként? Oda nézzetek, milyen szép az olaj. Gyönyörű szép. Friss szervizelve. Itt már azért léptek életben módosítások, 14-es ugye az autó? 14-es az autó, és itt már ugye műanyag olajszűrőház, lefelé néz, tehát hogyha szedett ki, akkor folyas össze mindent olajjal, ugye? Ez különösen egy jó konstrukció. Ezekkel a motorokkal egyébként nincsenek nagy bajok. Egyből a vízfogyasztási probléma szokott fellépni rajtuk, az mind mindjárt mutatom, a termosztátház, ami, vagy nem termosztátház, itt van egy vízcső csonk a hengerfej végén, az szokott előregedni, meg a vízpumpa, ami lent van itt a szívósor alatt. Ezen kívül ez a motor szinte golyóálló. Egyéb szervizeket meg kell csinálni, de majd erről már van annyi videó, mint a dög, úgyhogy majd nézzétek meg, hogyha unatkoztok, ha nem, akkor meg basszatok rá. Na, ez úgy nézem, hogy ez valamilyen, hány lóerő lehet körülbelül, 200 körül van ez? 180 lóerő körül van, most kaptam egy kis fülest. Ugye ez már közvetlen befecskendezésű motor, az injektorok helyei megvannak bár itt fent, de mégse onnan történik a befecskendezés, ugye ott vannak a lyukak. Azonnal volt olyan típus is, amelyik központi, vagy a hengerenkintivel készült, ez nem. Ez a híres központi befecskendezésű, ami azt jelenti, hogy szétkokszolódik a motor. De szerintem ez sem olyan jellemző egyébként, hogyha rendszeresen lecserélitek az olajat 10.000 kilométerenként, vagy akár előbb, főleg, hogyha nehéz a cipő talpatok, és lenyomja a gázpedál túlságosan is, így nyélen használjátok, akkor akár 5000-enként is lecserélhetitek, mert ugye szerintem hogy a kokszosodást leginkább az okozza, mivel nagyon sok autót látok, tehát rengeteg különböző futás teljesítmény autókkal dolgoztam már, és mindegyiknek a szívó sorában azt tapasztalom, hogy kilométerfutástól függetlenül mindig más a lerakódás mértéke. És a lerakódás mértéke szerintem meg igazán attól függ, hogy mennyire ég el az olaj a motorban, és ugye minél tovább égeted benne az olajat, annál jobban csapódik ki a lerakódás. Tehát ez meg fog jelenni a szívósortól elkezdve mindenhol, mert ugye a kartergáz visszavezetésre kerül be a szívósorba, ami magát az olaj bejutását eredményezi a szívósorba. Úgyhogy nagyon fontos az olajcsere, erre figyeljetek. Nézzük, milyen extrák vannak ebben az autóban. Egy manuál váltónk van, ami nagyon stabillá teszi az egész applikációt. Nem sima hadsebességes, ha jól láttam, ugye? Igen, hadsebességes váltóval szerelt. 5. Akkor 5 sebesség, nagyon jó. Majdnem eltaláltam, bátya. Szóval 5 sebességes, ugye ez az 5 sebességes váltó, ez nagyon hasonlít a Kila bátyának a váltójához. Ugye a Polo, amit már előzőleg bemutattam egy videóban, meg a Fábiában is, meg a Pólóban is. Hasonló, na ez nem csukódik le olyan könnyen. Das Audi, Volkswagen. Das Volkswagen. Das Volkswagen. Sehr gut. Automobil. Hát igen, ez már egy utólagos ragasztással készült technika. De figyelj, ugyanúgy neked D-badge. Tehát ezt úgy hívják amúgy a nagyok, hogy D-badge. Ezt fogod, ezt eldobod, és D-badge. Tehát nem kell tudni, milyen autóról van szó, figyelj. Ez egy sportkocsi. Ez Cupra. Cupra. Volkswagen Cupra. Jó, mert figyelj, valóban csak föl lehet rakni. De nézd, a sziloplasztal volt fölrakva, vagy.
Very nice. Hát hülye vagy, gyors szerviz ember. Miről beszélsz? Szóljatok. Szóljatok, ha autószerviz kell. Jövök meg csak minden. De várj, a motorburkotot meg lehagytam. Na. Szóval, ott tartottunk, hogy ötsebességes váltóval szerelt gépjárműről van szó, ami egy nagyon stabilá teszi a szerkezetet. Ez a váltó szintén olyan, mint a pólónak a motra, amiről már beszéltem még egy előző videóban. A Kira bátyának a pólójában is egy olyan váltó van, meg egy olyan, nem, pólóba. Olyan motor, meg olyan váltó van, ami 96-tól beleraktak 2008-ig vagy 10-ig mindenbe. Mindenbe. És ez a váltó is olyan, ami benne volt már a 4-es golfba, az 5-ös golfba, a 6-os golfba, a 7-esbe. És még sorolhatnám, hogy hányféle autóba, pólóba, mindenféle Volkswagenbe. És egy nagyon bevált váltója a Volkswagennek ez a váltó. Ugye kétfajta váltóval szerelték ezeket a nagy átlagban. Ugye a 4-es golfig bezárólag volt ez a zöld kupakos váltó, aminek egy ilyen zöld köralakú kupak volt a végén, és ez egy ilyen tolórudas megoldásra, egy ilyen belső kuplungszerkezet mozgatással működött, ami általában azt szokta csinálni, hogy ugye megáll a csapágy a váltó végében, és ahogy nyomja a pálcát, az fúróként kezd el viselkedni, és átfúrta mindig a nyomólapot. Emlékszel? Meg szétszakadt bennük a bolygómű, és így fölrobbant a váltó menet közben. Meg a kinyomó csapágy ott van hátul, tudod? Abba. Azt mondom, igen, hogy ott beáll abba is a csapágy, és megfogja a tengelyt, ami benn van a nyeles tengelybe. Műanyagházas kinyomó csapágy, egy igazi, egy gyötrelem volt, azt nem is tudom, miért csinálták egyébként. Azt elhagyták egy időbe, csináltak egy jó váltót, és megint visszahozták. Ja. Tudod, hányat kicseréltem? Nem cseréltem ki, hogy 150-et, egyet sem. Azt egyébként a helyén is megtudtad, mert csak lekezdtem pillantni, és akkor oldalra tudtál vele betűzni. Hát veszélyes egy gép volt. Na, térjünk vissza ez a gépjárművel. Oda nézzük, egy nagy multimédiás interfészünk van, kulcs nélküli indítással egybekötve. Itt van ugye a kulcs nélküli indításos kulcsunk, de ha bár van hozzá kulcs is, aminek nincs helye. Úgyhogy ez csak kulcs nélküli lesz a gép, ez ilyen félig módosított gépjármű. Ugye rendelkezik sima kulcssal is, meg kulcs nélküli kulcssal is. Mert ugye ez a fajta még nem volt kulcs nélkül is. De várjál, most hülyeséget mondtam, mert nem volt, igen. Vagy volt? Nem volt. Szerintem nem volt. Ami az én Audi-m, annak van a kulcsa, az már kulcs nélkül is. De várjál, ilyen kulcsos és nem kulcs nélküli indításos? Igen, mert itt van ez. Értem is? Ja. Tehát ez a kulcs nélkül is kulcsa, ez meg... Hát csak a pótkulcs van, dicska kulcs. Vagy lehet, hogy ezt itt le lehet pöckölni? Nem. Na nézzük. És nincs benne gyújtáskapcsoló. Keine gyújtáskapcsoló. Úgyhogy ha ezt bezár ez a kormányzár, akkor te is bezártad magad az elmegyógyintézetbe. Na, gyönyörű szép multimédiás interfészünk van. Érintő kijelzős ez is. Nagyon és jól is működik viszonylag. Van média helyünk, van Bluetooth audióra opciónk, amire nincs. Van média bemenet, ami itt van egy ilyen jack dugós megoldása van megoldva. Memóriakártya funkció is van. Ott ezek 6-os CD-tár ember. 6-os CD-tár beépítve. Nem gyenge. Mondjuk a 2-es az errorban van. Próbáljuk kiadni. Ó, és ki is adta, bátya. Katrin. Ja, úgyhogy nem lejátszható a lemez. Egyes CD-t mondjuk kiválasztjuk. Kussolja már. Köszönjük szépen. Van benne klímánk. Manuális. Fűtésállítási lehetőség, ami tényleg manuális, mert érezhető, hogy itt belül bovdeneket mozgat a mechanizmus, és itt is. Úgyhogy egy igazán jó kis low budget autó.
egy csomó minden olyan van felszerelve, ami nem tud elromlani. Mert ez a rádió, ez egy viszonylag jó konstrukció, nem olyan rossz már, mint az előzőek, amit tudom én, 2000-ig bezárólag az elég szörnyű fejtségeket adott ki a Volkswagen, főleg ezeket a régi színes kijelzőseket, az... Én ahányban ültem, egyikben sem működött. Tehát, valami olyan mindig volt, vagy a pótméter volt szar, vagy a kijelző, vagy valami mindig rossz volt velük. Ezek már azért elég jók. De ez a klíma panel, és van ülésfűtésünk, oda nézzetek, ülésfűtés, kulcs nélküli indítás, hát igazán extrás a gép, nem nagyon találkozol ilyennel az európai piacon, nem volt jellemző a kulcs nélküli indítás jettákra, meg hasonló kaliberű koporsókra, na csöndben legyen már. És mindig működik, nem? Az olyan, mint az Audin, te. Mindig működik a start, ha megnyomod. Mondjuk szerintem már megnyomták egy 3.456.000-szer, de működik. Tehát úgy működik, ahogy kell. Van tetőablakunk, oda néz. Ugyanazzal a mechanizmussal működik, mint az Audiban például, ugyanaz a kezelőmechanizmus van. Tökéletesen működik, ahogy kell. Mondjuk egyébként nagyon sok panasz nem volt még a Volkswagen-es Gruppensex-es tetőablakokra, még nem sokat kellett cserélnem belőlük, de tök használható. Finoman állítható, részlegesen mozgatható dologról beszélünk. Tehát nem egy... Egy mérőműszer, na. Tökéletesen működik. De ez, hogy állandóan csipog, van SOS gombunk is, tudjuk hívni a mentőket, de mondjuk ezt múltkor annyira megnyomták, hogy a mentőt hívták. Ó, oda néz. Napszemüveg tartó. Nem gyenge. Csendben legyél már. Aztán van ilyen apróságunk, hogy guminyomás érzékelés, vagy hát lap, mi az? Defekt jelző, hogy mi a fuck? Tire flat indicator. Az mi az, bátyám? És itt van elméletileg az autónak is beállítása, de nem, ez még nem az a fajta. Az autónak a dolgaival nem tudsz belépni. System. Ja, csak a nyelvet, meg az időt. Semmi más nem tudsz állítani. Egyébként, bátyák, ha valakit érdekel egy igazi ritkaság, egy ritka számban menő gépjármű, ami nem egy hétköznapi európai koporsó szarhulladék, akkor érdemes megnézni ezt. Hol is lesz, bátyám? Szerintem föl lesz a haun is, meg szerintem föl lesz, fenn is van amúgy, meg fenn is lesz. Ha el nem viszitek. De egész jó, tehát nem láttam még ilyen típus, na. Kulcs nélküli indítás, ember, hát ez valódi kényelem, luxus. Egy prémium hovatartozás élménye, emberek. Hát ki nem hagyhatjátok? Még van rajta külföldi autópálya matrica is. Szuvenír, ember. Sőt, ez szerintem amerikai lehet, mi? Amerikai országúti matrica van, bátya. Mondjuk azt hittem Amerikába ingyen megyek a 66-os úton, meg a pályán. Mi a pálya rája? Nézzetek, az ülés is egy gyönyörű szép egyébként, azt nem is néztük, nem is filéztük ki, hogy az ülés se átlagos európai modellhez hasonló. Az Alcantara stílus egyeit őrzi az ülés forma, de mégis bőr az egész, tehát jó, derék támaszod is van, meg jó, kényelmes. Meg hát figyelj, ez az életérzés, hogy nem elektromos kézifék van rajta, hát mennyire király már. Nem kell szórakozni. Fogod, behúzod, berántod, az basszod keresztbe a hátulját, figyelj. Full. Egy igazi jó családi autó is lehet belőle, vagy akár lehet belőle egy jó racseboykár, részboykár, tudjátok. Mehettek vele tökörre gyorsulni. Persze, legálisan. Tehát akár egy 20 éves srác is megveheti, és nyugodt szívvel azt tudom mondani, hogy nem fog lerohadni az első 5000 kilométeren, szerintem. Ha meg utána, az már senkit nem érdekel. Kussolja már, geci!
Ja igen, tényleg azt nyomtam meg. Nem jók ezek a motorok. Jó, de jó messze van. 1.8 TFS, ez nem rossz. Látja, kifér? Nem. Az ajtó miatt nem, de amúgy igen. Meg kijön egy 60 cm. Jó kis golf életérzés. Na, itt már van hely benne, na. Hú, de jó húz, öcsém. Hát igen, a turbós 1.8 azért nem hazudik. Nem hazudik a turbó 1.8, fiúk, lányok. Ez egy jó bizniszt lehet valakinek, én azt mondom. És figyelj, bátya! Figyeld már! Még egy érdekes dolog. A kéziféket nem a szokásos P betűvel jelzi, piros körben P betű, hanem, hogy park! Hogy park! Miért nem lehet ezt így csinálni, hogy az amerikaiak, hogy kiírja, hogy park, nem egy P betű, hanem park! Ez olyan amerikai is! Világos bajnok, fiú! Wow. Légrugó vagy, légrugó, rugóstak is le van tesztelve most. Egész jó, egész jó, egész jó. Tetszetős, tetszetős a gépjármű. És alig van benne kilométer, figyeljetek, 94 ezer mérföld. Ami körülbelül 156 ezer kilométernek felel meg. És egyszerűen új érzésű, tehát szinte új az autó. Szinte. Az a baj itt, hogy most a Ganzmávak területén most gyártják a Noha mozdonyokat, aztán a villanymotor tekercseit visszük éppen. Aztán mondom, csinálunk gyorsan egy videót róla, hogy milyen is az új Jetta Golf, ami régi. Látja. Nagyon jó, dinamikus az autó. Rengés csillapító is nagyon jól szól benne. Úgyhogy gratulálok a tulajnak hozzá. A leendő tulajnak gratulálok az autójához. Nézzétek meg, onnan tudjuk, hogy amerikai autóról beszélünk. Ha megnézzük azt a tükört a jobb oldalon, akkor rá van írva, hogy objects in a mirror are closer than they appear. Tehát minden tárgy, amit a tükörben látsz, az közelebb van, mint aminek gondolnád, mint amennyire gondolnád. Úgyhogy, mint amennyire látod, bocsánat. Úgyhogy erről egyből tudni fogjátok, hogy amerikai importról van szó, mert Amerikában kötelesek feltüntetni a visszapillantó tükörön azt, hogy közele vannak a dolgok, bátya. Mert ott már annyira analfabéták az emberek, hogy nem tudják. El kell nekik mondani, hogy kell egy tükörbe nézni. Tehát gratulálok a civilizáció fejlődésének. Bak, tane.